Az új esztendő első egyházmegyei magazinjával köszöntöm kedves nézőinket, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mielőtt indulna első tudósításunk, nézzük főbb témáinkat egy-egy mondatban. Diakónus szentelés Bonyhádon. Immár 10 főre bővült az egyházmegye állandó diakónusainak száma. Megáldották a bói plébániát. Felföldi László pécsi megyés püspök celebrálta a hálaadó szentmisét. Egyházmegyei minisztráns találkozó, közös áhítat a Verbita szerzetesekkel. Szállást keres a Szent Család, több száz résztvevő a pécsi zenés áhítaton. Himes háza a befogadó falu, immár 10. éve rendeznek Szent Családjárást a településen. Diakónus szentelést ünnepeltek Bonyhádon. Egy nagy családos, igazi, közösségi ember vállalta fel esküjével a szerpapi szolgálatot. Felföldi László megyés püspök a bonyhádi szeplőtelen fogantatás templomban állandó diakónussá szentelte Szőcs Gábor akolitust a pécsi egyházmegye szolgálatára. Az ünnepi szentmisén részt vettek az egyházmegye papjai, diakónusai, a jelölt családja, rokonai, barátai, valamint a hívek közössége. Koncelebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, valamint Figand István helyi plébános. Szőcs Gábor 1966. október 12-én született, Majos közelében Szekszárdon. Szüleivel és két testvérével Majoson él, és itt rendszeresen minisztrál. Az általános iskola elvégzése után autószerelőnek tanult, 17 évesen tanult meg gitározni, és azóta szolgál gitárral, szereti a zenét. Szőcs Gábor 1966-ban született Szekszárdon, 91-ben kötött szentségi házasságot hitvesével. Családjával a Bonyhádhoz közeli Majoson él. 2021-ben okleveles teológiai diplomát szerzett a pécsi püspöki hittudományi főiskolán, majd elvégezte a Váci egyházmegye diakónus képzését. 98-tól 2015-ig a pécsi egyházmegye hitoktatója volt, jelenleg a Tolna megye integrált szociális intézmény Pálfai Tölgyfa otthonának intézményvezetője. A bonyhádi és majosi egyházközségek szolgálatában 40 éve aktívan részt vesz. Felföldi László megyés püspök ez év júniusában akkolitussá avatta. Püspök atya, jó olvasni a névsort az egyházmegye oldalán, hogy mennyi papja van az egyházmegyének, és mindig nagy dicsőség, hogy ez a névsor bővül egy kicsit. Hát most a óriási ajándék, hogy a 10. diákonusunk is megvan. Ők óriási jelek, üzenetek a szolgálatra, a jelenlétre, és segítőik lesznek az utánuk következő akolitusoknak, akik szintén egy-egy egyházközségnek a liturgikus közösségi szolgálatát fogják végezni, amire most az őket hívom, hogy minél többen jelentkezzenek és legyenek követőik. Milyen ember Gábor testvér? Itt hallgatva az életútját, az eddigi szolgálatait, ő nagyon sokat tett a közösségre. Az Isten, vannak emberek, akiket megszólít, meghív, és ő is egy ilyen, akit kiválasztott, és a szívében megérezte ezt a hívást, ezt a küldetést, és ahogy hallottuk a bemutatásban, igazából fiatal korától ott volt az Isten szolgálatban, a közösség szolgálatában, felépített itt egy csodálatos közösséget, amelynek még most is tagja és vezetője,
És ez az isteni kegyelem, és nyilván az ő hozzáállásának, és a család hozzáállásának ajándéka, hisz a család nélkül ez nem működne, és nem jöhetne létre. Tolna megyében vagyunk, Bonyhádon, és hát gyönyörű szép ez a templom, ma pedig ünnep volt ma itt, eljöttek a hívek, hogy ennek az élménynek részesei legyenek. Nagyon örültem annak, hogy nagyon sokan eljöttek. Nyilván itt van a közösség, ők is jöttek, a családtagjai, de láttam, hogy a hívek is Majosról is, ahol ő is szolgál. Egy közösség mélye ereje, hogy együtt vagyunk, együtt ünneplünk, a keresztjeinket is együtt hordozunk, esetleg együtt szomorkodunk, de hát ma a hálaadásé, a köszöneté, az ünnepé a szó, és az isteni kegyelem ajándéka. Tényleg magával ragadott, egy élvezető élmény volt, és nagy ajándék volt az, hogy ilyen sokan eljöttek, ilyen sokfajta helyről, településről, közösségből, egyházközségből, úgyhogy minden nagyon szép volt, és tényleg örök emlék. Miről szólt ez az út, ez az utazás, ez a pár esztendő itt az elmúlt időszakban? Hát ez a pár esztendő igazából ugye 40 évnek a végállomás, vagy egy következő szakasza ez, hiszen 40 év óta jelen vagyok az egyházközségek életében, aktívan teszem a dolgomat, ifjúsági pasztorációtól kezdve hittantanításon keresztül, kisközösségi alkalmak szervezése és sok minden más, és ez egy ilyen külön plusz ráadás, mindezt ezentúl majd diakonusként tehetem már. Szívesen vállalta a tanulást is? Hát először ózkodtam tőle, de aztán belevágtam, mivel az ember már ugye bizonyos kort elért már, de ettől függetlenül nagyon sokat kaptam az iskolán keresztül is, úgyhogy nagyon sokat tanultam, és nagyon sok jó dolgot meg is ismerhettem az egyház tanításából is, meg a jó atyákból, akik bennünket tanítottak. Kinek köszönheti a legtöbbet ezen az úton? Hát elsősorban a Jóistennek nyilvánvaló igazából, meg azoknak az atyáknak, akik jelen voltak az életemben, kiskoromtól kezdve egészen a mai napig, és akiken keresztül nagyon sokat kaptam. Helyi plébános atyák, káplán atyák, akik próbáltak bennünket, fiatalokat összefogni, összegyűjteni, és valamilyen formában tovább vezetni az úton. Nagy erőt ad a család a háttérben? Mindenféleképpen, hiszen ők egész végig folyamatosan mellettem álltak, nagyon sok szolgálatban együtt közösen működtünk, tettük a dolgunkat, például a zenész szolgálatnak is ugye a fiaim részesei, és most már közösen együtt zenélünk, úgyhogy ilyen szempontból is ez egy jó, hogy a családnak a programjai átfedik a közösségetünknek, egyházközségetünknek a programjait. Amikor a földön feküdt és a könyörgéseket hallgattuk, mi jutott az eszébe? Az ember tényleg ott egy olyan pillanatot él meg, amikor átadja magát teljesen. Tehát senki és semmi vagyok, pici vagyok, és én nagy istenei lefekülhetek, és tényleg átadom magam a teljes szívvel élekkel, és mindent tőle kaptam, és mindent visszaadok az ő számára, és várom a további vezetését. Szent templomod nagyobbodására bőkezően növeled, és gyarapítod fiat titokzatos testét, az egyházat, mely megoszlik ugyan a kapod ígyi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe fordnak. Több közösség áll mögöttem, segítik a pasztorációt. Sok feladatot a pap nem is tud elvégezni, mert nem mozog olyan körökben, de a közösség tudja hozzám ide vezetni az embereket, akik esetleg még távolabb vannak az egyháztól, de szeretnék megismerni az egyházat és a kereszténységet. Milyen feladata van egy diakónusnak? Mennyiben részese ő tényleg a közösségnek? A diákónusnak fontos liturgikus feladatai vannak. Ugye a diákónus keresztel, a diákónus esket, a diákónus prédikál, tehát ezeket a szentségeket kiszolgáltatja. Alkalomattán a szentmisében közvetlen a pap mellett állva szintén szolgál.
hogyha valahova nem tudok eljutni szentmisére, akkor ott azért egy komolyabb áldással végződő igeliturgiát tud tartani. Gábor holnap ezt a szolgálatot mindjárt meg is fogja kezdeni, Cikón lesz az első diákonusi igeliturgiája. Egy ilyen ünnepi szentmisén a közösség is erősödik? Igen, én azt gondolom, hogy mindenféle ilyen ünnep, egy első áldozás, egy bérmálás, hát egy diákonus szentelés különösképpen is erősíti a közösségnek az Isten hitét, a jelenlétét. Felszentelését követően Szőcs Gábor a diakonusi szolgálatot a Bonyhádi plébánia és annak filiális közösségeiben végzi majd, természetesen Krisztus segedelmével. Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora hálaadó szentmise keretében áldotta meg a megújult bói plébánia épületét és közösségét. Advent második vasárnapján püspöki szentmisén ünnepelték Bolyban a plébánia épületének közelmúltban történt felújítását, valamint az egyházközség megválasztott tanácsosi testületének ünnepélyes beiktatását. Bolyban a munkálatok során két helyiség összenyitásával kialakítottak egy korszerű közösségi teret, egy irodát és egy vendégszobát, de természetesen a plébánia épületben kapott helyet a plébános lakrésze is. Az épület ünnepélyes átadására meghívást kapott Felföldi László pécsi megyés püspök, akit a bolyi egyházközség apraja nagyja köszöntött a bolyi templomba, röviden bemutatva a plébánián működő közösségi csoportok karizmáit. Az épület felújítások valódi értékét az adja, hogy az itteni csoportok által milyen mértékben épül, gyarapszik az oda betérők szívében és életében az Isten országa. Ezért a bolyi plébániát úgy alakították ki, hogy a közösség találkozásának helyszíne legyen, ahol a gyermekek és az oda belépők otthonra találnak, és jó társaságban krisztusi közösségre lelnek. Mikor eltávoznak, kíséretednek, köpvendjenek, ha pedig visszatérnek, élvezzék vendégségedet, míg boldogan mennyek találják a számukra készített lakóhelyet, hogy átlászában a kérszés uralkodott mindörökkön. Püspök, hogyha az ünnep mindig szép, kivált kép, hogyha több dolgot is ünnepelhetünk Bolyban, ma ez történt. Hát ma ez egy rendkívüli adventi vasárnap volt itt, mert készült az új közösségi ház plébánia épület, és boldogan láttam, hogy a fiatalok, gyerekek birtokba vették teljesen, élettel megtöltötték, és ugyanakkor most tett ígéretet az új testület, akik már látszik, hogy szolgálják, jelen vannak a közösségben, segítik a plébános munkáját. Ez mind a kettő egységet alkot, és ez valójában az élő egyházközségnek az ereje, a biztonsága, és természetesen a jövője is. Püspök, hogyha el tetszett mondani, hogyha bemegy egy közösségbe, érzi a közösség erejét, Bolyban érzi ezt? Első perctől, igen, amikor csak így eljöttem látogatóba, hogy lehet érezni azt, hogy az emberek itt együtt vannak, figyelnek egymásra, példaértékű, ahogy az egész közösséget támogatják lelkileg, fizikailag, munkával, törődéssel a hétköznapok tevékenységében, és ez egy óriási ajándék, ez kell, hogy ezen dolgozzanak, ők is örökölték, biztos vagyok ebben, és viszik tovább ennek a nagyszerűségét, ennek a szépségét. Kutas Attila plébános atya egy éve tölti be szolgálatát itt Bolyban. Hogy érzi az ő munkáját, mennyire elégedett eddig vele? Nagy örömmel látom, hogy megismerte a helyet, elfogadta a helyi szokásokat, a helyi kialakult közösségi irányokat, és ebbe teljesen bele tudott állni. Ugyanakkor hozta a saját karizmájának az örömét, a fiatalokkal való foglalkozásnak a gazdagságát, amiben ő kiváló, és ez a kettő együtt most látom, hogy életet, lendületet, nagyon nagy közösségi életet hozott ide. Az ő személye és hát az itt lévők megléte garancia arra, hogy élet lesz ebbe a plébániában? Azt gondolom, hogy igen. Mert kell az, aki koordinálja, vezeti, lélekkel tölti meg, ugyanakkor kellenek, akik meghallják a hívószót, meghallják a lehetőséget, szülők, családok, felnőttek, hogy élet legyen a ifjúság, és érezze,
hogy mi egy nagy családhoz tartozunk, egy nagy közösséghez, és ez mindenütt megvalósítható, csak el kell kezdeni, dolgozni kell rajta, és a hétköznapokban is tevékenyen jelen kell lenni. Kisebbekkel játékosan, a nagyobbakkal pedig beszélgetve foglalkozunk a témával, és a célunk a közösségépítés, és reméljük, hogy a jövőben majd a nagyobbak lesznek a gyerekek, akkor is egy jó közösséget tudnak. Nagy öröm, hogy a plébána épület felújítása egy jelentős része megvalósult, felújításának egy jelentős része, és hálát lehetett adni ebben a mai szentmisében az elvégzett munkáért, és együtt örültünk mindazokkal, akik imádsággal tevékenyen részt vettek a munkában. Egy ilyen plébániai épületnek több funkció is lehet. Egyrészt a plébánosnak az otthona, másrészt egy hivatal, harmadrészt pedig közösségi tér. Bolyban ezt tartották az egyik legfontosabbnak. Igen, ez adottsága, a ház adottsága, hogy ezt a hármas funkciót, amit mondtál, ezt ki tudtuk alakítani. A irodának a legkisebb helyiség, de mégis méltó és szép hely az iroda. A közösségi tér gyönyörű lett és használható, és azt gondolom, hogy nagy öröm lesz minden korosztálynak, és a lakrész pedig nagyon-nagyon-nagyon méltó, a 21. századnak megfelelő, szolid, de nagyon elegáns méltó lett, úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Utaltam is a szentmisében rá, hogy én nem szeretem manapság ezt a hatékonyság szót, a optimalizálás, hogy csináljunk valamit, és nem szeretem inkább azt, hogy gyümölcsei vannak a jelenlétnek itt a városban, tehát hogy valahogy Isten jelenlétét tudjuk tükrözni az emberek felé, ez elkezd gyümölcsöket teremni. Tehát egyre többen vonzónak találják azt, amit kínálunk, ha tetszik, és csatlakozni szeretnének. Szóval úgy látom, hogy a gyermekek, fiatalok egyértelműen most az idős korosztályt szeretném ebben a formában is majd megszólítani. Hivatalos testület és bemutatásra került ma. Mi jellemzi általában az ő munkájukat? Milyen az ő szolgálatuk? Hát legfontosabb az imádság, és ezt nagyon kihangsúlyozom, hogy a tanácsos testület olyan tagokból áll, akik mélyen imádságban gyökerező emberek, mert tanácsolnak nekem sok mindent, ugye a plébánián a döntéseket nekem kell meghozni, ezt így írja elő az egyházjog, de ők tanácsolnak, súgnak, javasolnak, és azt gondolom, hogy aki imádságból él, az tud olyan tanácsolni, olyan ötletei vannak, gondolatai, amelyek valóban a közösség javát szolgálják. Az egyház megyében élen jár, ezt gratulálok, és nagyon büszke vagyok az intézményekről, hogy az az összefogás, amit én bármikor ide jöttem, bármit megbeszélni, hivatalból, vacsokot, sőt esetleg erre jártam, és látom azt a plébánián hitéletben, mindenben, mekkora összefogás van. Ez a titka. A családban, falu közösségében, egy kisváros közösségében, egy egyházközség közösségében, hogy össze tudjunk fogni. És az a világ, amelyben most élünk, az teljes erőben tudományos megalapozással dolgozik azon, hogy szétszórtak legyünk, hogy zavarban legyünk, hogy magányosak legyünk, és ne találjuk egymásra. Ezen dolgozni kell, és ennek az öröme, ennek a gazdagsága van itt, és ebben is hívjuk, hogy ha meg se szólalunk, legyen valaki leül, érzi, én is bárhova megyek, érzem a légkörön, hogy közösség van, de csak vannak a templomban. Kuruc Ágnes korábban is és most is tagja a tanácsosi testületnek. Miért fontos számodra, hogy ilyen szolgálatot vállalj? Már csak a szüleimtől is, illetve a családomtól is, mindig ezt a példát láttam nagyszülőktől is, hogy az egyházat szolgáljuk valamilyen formában, úgyhogy ezt már mondhatni, hogy az anyatejjel szívtuk. És a templom az tényleg a második otthonunk, úgyhogy gyerekkorunktól itt nőttünk fel tulajdonképpen, vagy ebben a templomban, vagy ahol éppen apám templomot felújított, úgyhogy ez nekem ez teljesen így zsigerből jön. Kutas Attila plébános atya mellett jó a szolgálat? Igen, nagyon jó, nagyon jó. Az atya nagyon elfogadó, rugalmas és lelkesítő, fiatalos, lendületes,
és én nagyon élvezem mellette a munkát. Amellett, hogy elfogad, épülök is. Tehát érzem, hogy nem csak a hitem épül, hanem emberileg is fel tudok állni, és el tudok indulni újra, ami nálam egy ilyen kulcs kérdés volt. Megújult plébánia épülettel kapcsolatosan milyen gondolatok, érzések vannak most benned? Itt a közösség élet azért pezsgő volt bolyban mindig is. Így van, mindig is. Hát ugye a püspök úr is említette, hogy amikor megszűntek ugye a zárda élet, itt megszűnt, a kedves nővéreket elküldték, illetve megszűnt a közösségi, a kulturális élet. Hát ebből mi nagyon sokat kaptunk így a nagyszülők révén, legalábbis mesélés szintjén, amit aztán az Iváncsics Tamás mégiscsak sikerült neki, úgy gondolom, újra elindítani a bolyon. Én nagyon reménykedem a bogarakban is, illetve abban, hogy újra elindul egy olyan közösségi élet, ahol mindenki jól érzi magát, és ahol szerintem nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus jelen van, és az ő jelenlétében teszünk mindent. A szentmise zárásában a főpásztor megáldotta a bolyi plébánia és közösségi ház közelmúltban felújított épületét. Az ünnep végül szeretett vendégséggel zárult a megújult plébánián. A pécsi Szent Mór iskola központba invitálom nézőinket. Itt találkozhattak a városmissziót vezető Verbita szerzetesek az egyházmegyében szolgáló 300 minisztránssal. Pécs egyházmegyei minisztráns találkozó hangosan! Még egyszer, hirdessétek! Itt van az erő, itt van a lelkesedés, itt van a hit. Amikor szívünk mélyéből tudunk kiáltani az Úr Jézus Krisztusnak a dicséretét. Az Isten Ige Társasága Magyar Rendtartományának Magyarországon szolgáló szerzetesei, azaz a verbiták, 4 napon át tartó pécsi városmissziót szerveztek. Ezen program 3. napján minisztráns napra került sor. Az egyházmegye plébániáiról csaknem 300 gyermek képviseltette magát a várvárt találkozón. A 10-14 éves korosztály a pécsi Szent Mór iskola központban találkozott, ahol Kovács József püspöki titkár egyetemi lelkész köszöntötte a fiatalokat. Reggeli áhítattal indították a rendezvény, melyben lelkiségi gondolatok és a távoli országokból érkező misszionáriusok személyes történeteinek izgalmas részletei is helyet kaptak. Mindez a gyermekeket megszólító énekes, zenés, lendületes és vidám stílusban zajlott, melyet a programon készült felvétel alapján is nagyon élveztek a fiatalok. Különleges nap, hiszen szerzetes rend van velünk, a Verbita rend, akik a misszióról szeretnének minket tanítani, hirdessétek nagy tetteit. Ez a mottója ennek a találkozónak, mert a missziós lelkületet ezekkel a szentírási részekkel lehet erősíteni. A legfontosabb feladatunk a fiataloknak és gyermekeknek a missziója Magyarországon, hiszen minden fiatal vágyik az Istenre, és látjuk, amikor találkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, szükség van az Istenre és az evangéliumra. És a Verbita rendnek is ez a cél, minél több fiatal embert megszólítjuk Jézus Krisztus nevében, és megerősítjük a hitet bennük. És ez az alkalom, az egyházmegyei minisztráns találkozó egy hatalmas alkalmat ad nekünk, hogy személyesen találkozzunk gyerekekkel, fiatalokkal, minisztráncsokkal, és még arra szeretnénk őket búzdítani, bátorítani, Isten szolgálni az jó. Ez egy öröm, kitüntetés,
ez nem, hogy valakinek a szolgálja válunk, hanem a legfőbb Úrnak szolgálni, ez büszkeség, és ez minket megerősít, mint embereket. És ez a minisztránk találkozó, és egy lehetőség, egy meghívás, hogy az Úr mellett álljunk, az Úr Jézus Krisztusnak barátai leszünk, és ezt az örömet, amelyet kapjuk a szolgálatból, az oltári szolgálattól, ezt átadni másoknak. Ez a misszió, ez a küldetés minden minisztránsnak, aki itt jelen van, nagy lelkesedéssel eljöttek, plébánosokkal, hitoktatókkal, és a lelkipásztori munkatársakkal. És ez a találkozás, és nagy tanúságtétel arra, hogy jó a jó Istent szolgálni itt a Földön. A minisztránsok mindig is fontosak voltak az egyház életében, hiszen az oltár szolgálatára köteleződnek kell, és az oltár mellől ismerik meg közvetlen közelről azt a Krisztust, akit mi papok szolgálunk. Sáfrány család is úgy gondolta, hogy ma itt a helyük, úgy tudom, hogy a két gyermek mellett van egy harmadik is. Mindenki a hitre van tanítva ebben a családban? Igen, mindannyian a hitre vannak tanítva. A nagyobb fiunk most egy picit azért eltávolodik ettől sajnos, de bízunk a jó Isten kegyelmében, hogy visszatalál és újra együtt fogunk majd a templomba járni. A két kisebb nagyon szívesen vesz részt az oltár körüli szolgálatban, szívesen minisztrálnak, és ennek mi nagyon-nagyon örülünk. Hogy készültetek erre a mai napra? Lélekbe ráhangolódtatok-e már több nappal ezelőtt? Hát megkaptuk a feladatokat. Hála Istennek, hogy múltkori alkalommal is tudtunk állomásvezetőként részt venni, és nagyon tetszett, mert találkoztunk az összes gyermekkel, és nem csak a mieinkre kellett vigyázni. És elküldték a feladatot, és azon beszélgettünk egy kicsit, valamint az egyéb búcsúra készül a templomunk otthonkomban, és akkor avval kapcsolatban is egy jó kis lelki felkészüléshez is összevontuk a kettőt. Miről szól általában egy ilyen találkozó? Hát ez, amiben egy-egy témaköré szerveződik, mint itt most a Verbita szerzeteseknek az életével kapcsolatban lesznek feladatok, legalábbis a mi állomásunkon, ahol mi vagyunk feladatfelelős. Nagyon sokat lehet tanulni ezekből a programokból. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek egy hatalmas lehetőség, hogy jó közösség, keresztény közösségeket hozzanak létre, és hogy együtt megtartsák a hitüket, illetve hát a barátságot is. A résztvevők nagy átéléssel közösen énekelték az egyházi énekeket, melyek magyarul és a misszionáriusok nyelvén is elhangzottak. A minisztráns nap végül ifjúsági misével zárult a Szent Mór iskola központban. Harmadik alkalommal szervezte meg a Pécsi Egyházmegye a Szállást keres a Szent Család elnevezésű zenés áhítatot. Mária és József szálláskereső útjához több százan csatlakoztak Pécs belvárosában. Idén is tömegek adtak szállás szívükben a Szent Családnak Pécset. A júdeai Betlehemben szálláskereső Szent Család Mária és József alakját megszemélyesítő fiatalok és az őket kísérő menet énekezzen és ájtatosságban idézte fel a születés éjszakáján történteket december 23-án este Pécs belvárosában. A menet Felföldi László megyéspüspök áldásával indult útnak. A rövid séta során a Pécsi Egyházmegye papnövendékei három állomáshelyen, a Székesegyház déli kapujánál, a Ferencesek templománál és a Széchenyi térnél megállva a Szentírásból vett részletekkel idézték fel a Krisztus születése éjszakáján történteket. Kovács József atyával, az áhítat szervezőjével beszélgettünk arra, hogy milyen jelentősége van ennek, miért fontos ez, hogy az emberek egy kicsit belelássanak a kulisszába. Talán az első Betlehem állításával függhet össze ez a mai alkalom is, ez a szállást keres a Szent Család népi áhítat. 800 éve annak, hogy Assisi Szent Ferenc az első Betlehemet felállította, és azért állította, hogy kicsit jobban a betlehemi csodának a részese tudjon lenni, hogy el tudja képzelni. Amikor az ember beöltözik egy adott kor
jelmezébe, egy adott kornak a történelmi helyzetébe, akkor megpróbálja átélni azt, amit a szereplők annak idején megélhettek, ahogy Mária és József is vonult Betlehembe. Ezt szeretnénk megjeleníteni itt Pécs utcáin, hogy innen a Magtártól a Széchenyi térig egy rövid úton, de mi is szeretnénk részesei lenni annak a csodának, amelyet Mária és József megélt. Már az első alkalommal is nagyon sokan fogadták el a meghívást, és hát szemmel láthatóan most idén még többen van. Reméljük, hogy így lesz, és hogy jövőre még többen fognak jönni. Karácsony mindig a családé, és mindig egy titok, egy misztérium, hisz amikor bővül a család egy gyermekkel, akkor nem látjuk még előre a kisdedet, a gyermeket, aki érkezik a családba, és a karácsony talán ezt vetíti előre. Miért jó részesévé lenni egy ilyen útnak? Mondhatni, ez a krisztusi úthoz hozzátartozik? Szerintem igen. Az egész adventünk egy út, amely most így december 2-án, 3-án kezdődött, és most érünk ennek a végére. És ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy az egész adventünket átnézzük, átgondoljuk, hogy hova, A-ból hogyan jutottunk el a B pontba az ünnepig, a Szent Családdal vonulhatunk, és a Szent Családnak köszönhetően megélhetjük. Nagy dolog, hogy ezek a pécsi fiatalok vállalták ezeket a szerepeket? Szerintem hatalmas dolog, és minden évben egy-egy jelentkező, egy új-új jelentkező van, aki vállalja Mária és József szerepét, vállalja a pásztorok szerepét, aki át akarja élni ezt a betlehemi hangulatot. Szolnoki Nóra, vállaltam a Mária szerepét. Mit jelent ez számodra? Milyen érzésekkel jöttél ma ide? Igazából már régebben sokszor játszottam Máriát az egyház községünk betlehemesében, viszont az nyilván kisebb volt, és ez most egy ilyen nagyobb rendezvény, szóval kicsit több lelki készülést igényelt. Nem tudom, igazából így gondolatokban, lelkiekben próbáltam rá kicsit felkészülni. Nagy teher? Annyira nem érzem nagy tehernek most. De megtiszteltetésnek, de mindenképpen, ugye? Abszolút, abszolút. Mi lesz a mai menet? Merre mentek? Mi lesz a ti feladatotok? Igazából mi csak néma színészek leszünk. Innen a Magtár elől indulunk, 3 állomás lesz. Itt a Székesegyháznál, a Ferences templomnál, majd az utolsó a Széchenyi téren a Betlehem előtt. És 3 bibliai tézet fog elhangozni. Nagyon készültök már otthon is a karácsony? Igen, igen, már megy a sütés-főzés, illetve... Várjátok Jézuskát, ugye? Igen, igen, főleg a kisöcsém. De hát mi az egész család? Igen, igen, ez nyilván mindenkinek egy nagy ünnep. Nagyon nagy örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit ezen a gyönyörű adventi estén, amikor egy kicsi fényt hoztunk, mert Isten is azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága Jézus Krisztusban, hogy fényt hozzon az életünkbe, az éjszakáink homályába, az életünk homályába. 2 képet szeretnék csak felidézni ezen az estén, amit most itt látunk. Ezt a 2 képet, ami teljesen valóságos. Az egyik, hogy nem jutott neki szállás. Vajon mire jutott időm? Mire jutott energiám, mire jutott az életben az igazi értékre, kincsre, vagy pedig, és hálás vagyok azoknak, akikkel együtt jöttünk, együtt énekeltünk, imádkoztunk, hogy jutott hely az életemben. Az isteni szeretetnek, az emberi szeretetnek, az életnek, mert ez a legfontosabb. És ilyenkor a karácsonyi vásárban, a karácsonyi készületben erre nagyon kell vigyázni, hogy jusson hely, idő, egy perc, egy gondolat arra, ami igazán fontos, ami igazán értékes Istennek, te vagy a fontos, te vagy az értékes. Nagyon különleges ez a történet, nyilván egy ősi történetnek, annak a titoknak, hogy elindul a Szent Család, keresi a helyét. De az isteni szeretet, az Isten fia,
ma is keresi a helyét, ma is keres, be akar lépni. A jelenések könyvében olyan gyönyörűen van megjelölve, hogy az ajtóban állok és kapogok. Tehát valahol ez szimbolizál egy eredeti történetet, ugyanakkor meg a ma történetét. És az emberek is ezt teszik. Minden ember valahol szállást keres, helyet keres, biztonságot keres a kapcsolatokban, a szeretetben, a másik szívében. És el kell indulni, ki kell lépni, mozdulni kell, nem csak várni. És akkor hiszem, hogy egyre többen, egyre jobb, egyre biztonságosabb szállást, életet, kapcsolatot találunk. Boldogság van püspök atya szívében, hogy ilyen sokan fogadták el már a meghívást? Én nagyon boldog vagyok, hogy egész advent olyan példaértékű volt a készület. Nem csak úgy egyszerűen, hogy itt van a karácsony, és hopsz, nézzük már, hogy megérkezett. Adventi reggelekten zsúfolásig tele volt a székesegyház, akik ott voltak, valami különleges erőt éltek meg, valami különleges gazdagságot, és ez a fontos. És ez már ennek csak, azt kell mondanom, a koronája, az utolsó csengetése, de nagyon fontos, hogy az emberek is készüljenek, itt legyenek, gazdagodjon a szívük, és hiszem, hogy boldogabb lesz a fenyőfa előtt megállásuk, ünneplésük, ajándékozásuk. Mai napon is az út végén ott lesz a gyertya, gyakorlatilag a negyedik, amelyet püspök atya fog meggyújtani. Milyen érzésekkel a szívében? Ez nagyon különleges mindig az adventi gyertyagyújtás. Abban olyan misztika van, olyan belső erős, hiszem, akik ott a családi asztalnál hétről hétre még egy gyertyát meggyújtottak. És most ma este a betlehemi lángról gyújtjuk a gyertyát. Ős, már nagyon régi hagyomány, hogy elindul a betlehemi láng, valóságosan adják gyertyáról gyertyára, lámpáról lámpára, és most itt van Pécsett, és erről fogjuk meggyújtani. Ez a hitünk. Hogy ne szakadjon meg a szál, ne szakadjon meg az üzenet nálam, bennem, hanem mint egy gyertyát adjuk tovább. Szimbólum ez is, természetesen karácsony után elfújjuk ezt a lángot, de egy másik láng, amelynek lángolni kell, amely meggyulladhat a betlehemi jászolnál, azt hiszem, hogy égni fog. Áldott békés karácsony! Nagyon csodálatos ünnepet, gazdagságot, békét, csendességet, belső és a kapcsolatokban megélő örömöt kívánok mindenkinek. A programot a Széchenyi téren Felföldi László pécsi megyéspüspök gyertyagyújtása zárta Pécsváros adventi koszorúján. A Baranya megyei Himesházán hosszú évek óta tartják advent idején a Szent Családjárást, melyre összegyűlik a falu apraja és nagyja. Ismerkedjünk meg ezzel a példaértékű kezdeményezéssel. A mintegy 1000 fős lakosú Baranya megyei Hímesháza, amely a leírások szerint a szépen festett, azaz hímes templomáról kapta nevét, az idei adventbeli Szent Családjárásra hívta a településen élőket, hogy családról családra járva kísérjék a Szent Család tagjait, Máriát, Józsefet és a kisded Jézust. A Hímesházan éppen 10 évre visszatekintő hagyományhoz ebben az évben 23 család csatlakozott, akik vállalták, hogy otthonukba befogadva szállást adnak a Szent Családnak, azaz Máriát, Józsefet és a kis Jézus szimbolizáló szobrocskáknak. Idén december 1 és 24-e között minden nap más család volt a szállásadó, akik énekes, imádságos áltatossággal köszöntötték otthonukba, és egy napon át vigyázták a Szent Család méltó nyugalmát. Az első állomás az 2013-ban volt, akkor szerveztük meg falunkban először ezt a Szent Családjárást. Valójában 2012-ben az adta az ötletet, hogy a németországi testvérfalunkban, Rázdorfban jártunk, ahol élő adventi kalendárium, úgy nevezték az ő rendezvényüket. Ott minden este kigyulladtak a fények egy
következő ablakban, és nekünk nagyon tetszett ez a rendezvény, de itthon elgondolkodtunk, hogy hogy lehet ezt kicsit magyarra lefordítani, és utána jártunk, hogy van ennek egy szép magyar hagyománya is, a Szent Családjárás, viszont az csak december 15-én indul, és csak 9 család vesz részt ebben. Úgyhogy mi ezt a kettőt összegyúrtuk, és ebből alakult ki ez a mi Hímesházi Szent Családjárásunk, ami december 1-től december 23-ig 23 család, helyi család bevonásával kerül megrendezésre idén 10. alkalommal. Az évek során nem számoltam egészen az idei évig, hogy összesen 58 házigazda családunk volt már ezeken a rendezvényeken, és ezek közül 10 olyan család, akik mind a 10 évben részt vettek ezen a szálláskeresésen. Van két nagyon szép ilyen kis kegytárgy szobrunk, egy Szent József és egy Szűzanya szobor, illetve van egy ilyen adventi gyertyánk, amit minden este viszünk magunkkal a következő szállásadó családhoz, illetve ahol keressük a szállást a Szent Családnak, és akkor ők egy éjszakára befogadják őket. És van egy szép kis csengőnk, amit a gyerekek természetesen nagyon szívesen használnak, amikor megérkezünk, akkor ezzel jelezzük, hogy megérkezett a Szent Család, akkor mindenki elcsöndesedik, és így indul a kis minden esti áltatosságunk. Mi a tapasztalat, mindenki szívét, lelkét megérinti ez a találkozás? Hogy, de hát azt mindenképpen elmondhatom, hogy nem csak ezek a szállásadó családok, hanem más, tehát sokan mások is csatlakoznak itt a faluból ehhez a kezdeményezéshez, és hát nagy örömünkre ugye több idősebb is, akik egyébként egyedül töltenék ezeket a hosszú adventi estéket, és így egy nagy közösséget alkotva azért sokkal jobb érzés együtt készülni a karácsonyra. Az advent az elcsendesedésről szól, és hát a lelki ráhangolódásom, hogy érzed, hogy maximálisan szolgálja ez a program ezt a ráhangolódást? Én úgy érzem, hogy ez nagyon, nagyon, nagyon fontos, sok család és sok gyerek számára is, és igazán összehozza a közösséget, így esténként is ezekre az alkalmakra, illetve karácsonykor a templomban is, amikor elmegyünk a Szent Misére, illetve akik áldozni mennek, akkor láthatják ott elől a jászol körül ezeket a kis számozott zsákokat, és a Szent Családot, a kis szobrokat az oltáron, és ez mindenképpen összeköt minket szorosabbra. Legalább ti, jó emberek, fogadjátok a kisebbet. Fischer Norberttal beszélgetünk, akinél most a Szent Család itt volt egy éjszakát, és hát tőletek megyünk tovább Eljerékhez. Milyen érzés fogadni a Szent Családot? Mennyire érint meg titeket ez a program? Hát ugye ez a negyedik alkalom már, ahogy az imént említetted is. Első alkalommal nem tudtuk, hogy ez mit fog pontosan adni nekünk. Ugye láttunk, voltunk egyszer-kétszer másnál, és nyilván a közösség összekovácsolása volt nálam az elsőleges, amit én mindig látok az ilyenbe, de megvan a maga meghitt pillanata, és ugye klasszikusan mi lehetünk a szállás adók egy nap, egy éjszaka erejéig, és most hála Isten a gyerekeimnek is ezt átadhatom, ezt a klasszikus élményt, és ugye hamarosan itt van a Jézuska és a karácsony, és azt gondolom, hogy még közelebb kerülünk ehhez a gondolathoz. Én a leginkább ténylegesen az összefogást, a közösségi építést és a lélek balanszírozását érzem prioritásnak ebben az egészben. Te magad zenészként, színészként egy nagyon pörgő világba élsz. Jó megállni egy pillanatra és egy kicsit elgondolkodni, gyakorlatilag átszellemülni, egy kicsit várva karácsony? Abszolút jó. Én a Covid után volt egy időszakom, amikor minden este sétáltam egyet, de ott egymagam. Az is egy jó mentális kikapcs. Ez, hogy ténylegesen nem tudom, hogy 100-120-an megyünk egy adott nap, és mindenki szép csendben és egymás mellett, én azt gondolom, hogy ez az én pörgős életemnek, vagy életemben nagyon-nagyon kell. Tehát a kontraszt gyakorlatilag lelkileg helyre tesz. Abszolút, és a mai világnak ez lenne azt gondolom, hogy a fő üzenete. Elhoztam hozzátok a Szent Családot. A szűzanyát méhének gyümölcsével az Úr Jézussal, és a szűzanya szent jegyesét, Szent Józsefet. Áldásuk tér a házba. Remélem, szívesen adtok nekik szállást.
Üdvözlégy, Mária! Honnan van az, hogy az én uramnak anyja jön hozzám? Ó, de boldog vagyok, hogy a szent családot hajlékomban tisztelhetem, és nekik szállást adhatok. Tíz éve vesz részt ezen a programon. Mit ad ez önnek a mindennapokban? Miért jó itt lenni ezeken az alkalmakon? A Szent Családjárás 10 éve nagyon fontos a falunk életében. Nem csak a mostani időszakban, hanem mindegyik adventi időszakban kiemelt jelentőségű. Én úgy gondolom, hogy összehozza a közösséget, hiszen a családok, 23 család aktívan részt vesz ebben, illetve több család kíséri az adventi időszak minden napján a Szent Családot egy-egy új szállásadó helyre. Nagyon jól látszik a mai alkalommal is, hogy rengeteg gyermek is kíséri a Szent Családot. Ők édesanyjukkal, nagyszüleikkel jönnek el estéről estére, és fontos ez számunkra is, hogy ők is megismerkedjenek, megismerjék a hagyományainkat, megismerkedjenek a hitnek a fontosságával és jelentőségével. Mindegyik alkalom más és más, tehát mindegyik udvarba mást kap az ember élményben? Lehet így is mondani, igen, hiszen minden szállásadó család azért igyekszik kitenni, kiemelni azokat a fontos dolgokat, amelyeket ők is fontosnak tartanak, hiszen mindegyik alkalommal adventi gondolatok is elhangzanak, és ezeket a gondolatokat mindig a szállásadó család keresi magának, és formálja a maga szájíze szerint. Önt megérinti lelkileg a közös ima? Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Fontos az, hogy együtt imádkozzunk, hiszen ezzel is erősítjük a közösségünkben a hit erejét. Az adventi idősorrendben utolsó szállásadó családjától december 24-én a születés éjszakáján kísérték a Szent Családot a település Kisboldogasszony templomába, ahol a hívek immár közösségbe köszöntötték az Úr Jézus születésének ünnepét. A Hímesházán megtartott Szent Családjárásban 2013 óta mintegy 60 család vett részt. Küzdelmünkben légy segítünk, erényünkben példaképünk. Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami szívünkre hátrányos. Engedd az Isten áldást, minden jóval gyarapodást. Ajánljuk el Jézusodnak és szeretett Szűz Anyjának, hogy családunk kicsi háza, kedves nézőink, ennyi fért januári hitéleti magazinunkba. Új műsorra legközelebb február közepén jelentkezünk, a viszontlátásra.